Tiszteltem az oldalnak, üdvetelen. A kis gyermetek bosszáló akcióra most már én is kénytelen vagyok reagálni. Csak csóválom a fejemet azon, hogy a jogos visszafogozásod miatt kiverted a műbalhét. Láttam az üzeneteidet, amit küldtél, veréssel fenyegetted meg a staff egyes tagjait, amit már alapból nem lehet komolyan venni, hisz az olyan internetes ötlendezéseket semmi értelme sincs, és a 99%-a csak üres szóbeszéd. Megfenyegette az oldalunkat is, hogy tönkreteszed. Ez gyerekes, valljuk be. Ha még be is tudnád váltani ezt az utóbbi ígéretedet, amit az egykori Estoni moderátori tevékenységedből leszűrve eléggé kétlek, nem a staffal tolnál ki, hanem tudod kikkel? Azokkal, akik ott vannak. Azokkal a felhasználókkal, akik nem csak azért ugranak fel oda, mert kijött egy film, hanem azért is, mert ott kialakult egy olyan társaság, ami nagyon ritka dolog a közösségi hálózatok világában, hisz ha megnézzük az embereket, többsége ezeken az oldalakon tengeti a szabadidejük jó részét. Én is ilyen voltam, aztán megismertem a beloldot. Igaz, rá pár hónappal egyesült a Sidelre, és így létrejött az Aston. De én talán is csak azért mentem fel oda, hogy különböző cuccokat tépjek le onnan. Aztán lassacskán elkezdtem beszélgetni az ottani emberekkel. Elég fura volt úgy dumálni és ülni, hogy nem Zuckerberg hírhet oldalán dolgok. Jöttek a kvízek is, nagyon élveztem, annak ellenére, hogy elintesszít, hogy semmit nem nyertem rajtuk. De nem is ez volt a fontos, hanem az, hogy egy nagyszerű társaság tagjává váltam. Aztán történt az, amire soha nem számítottam, megismertem a szerelmemet, akivel a mai napig is boldogságban élek. Lehet mondani, hogy ez szánalos, de én nem tartom annak. Vitagadás, az Aston tényleg nem tökéletes, de azok az emberek, akik benne vannak, bizony ők sem azok. Az Aston nem egy torrent oldal a sok közül. Itt az emberek beszélgetnek egymással, nevetgélnek, tapasztalatokat és tanácsokat osztogatnak egymásnak, kommunikálnak. Természetesen vannak olyan emberek, akik próbálják összekusszálni a dolgokat, de a staff gyorsan szokott reagálni rá és intézkedni. Írtad azt is, hogy állítólag a staff társait kényszerítettek arra, hogy fogadd el azokat a torrenteket, amiket nem szabadna. Veterán, ugyan már, te is tisztában vagy azzal, hogy nem voltál alkalmas erre a posztra. Bár megvallom, nem értek a feltöltésekhez, de mint egyszerű hétköznapi felhasználónak is szemeszült, hogy egyre gyatrább cuccokat szakítottam le az oldalról. Nem voltál hasznos az oldal számára, több kárt csináltál, mint hasznot. Általában azok az emberek, akikben van tisztesség és becsület, azok elnézést kérnek ezért, és belátják a tévedésüket. De te ennek ellenére elkezdted habzonyára verni a tamtamot, hogy így meg úgy, ennek következményei lesznek, bla 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 bla. Ezzel már nem csak azt bizonyítottad, hogy megbuktál, mint moderátor, hanem azt is, hogy megbuktál, mint ember. Tehát nem sokat dumáltunk mi kettő a csevegőben, de leszűrtem, hogy vallásos ember vagy. Kérdem én, hogy akkor így viselkedik egy Isten félő? Már akkor éreztem, hogy valami nem passzol nálad. Alapból óvatos lettem el, hisz több éves vallási háttérrel a hátam mögött tapasztalatból tudom, hogy sok a báránybőrben megbújt farkas, ha érted a célzást. Így lenne ötösen a lottón is, esküszöm. Ha van még gerinced, bevallod, hogy a rágalmazásod 90%-a hazugságon alapul, és bocsánatot kérsz azoktól, akiket megsértettél. Ha ezt megteszed, még van esélyed arra, hogy emel fővel távozz innen. Nincs is semmi, mert különben, tényleg nincs, a becsületedet játszod el ezzel. Az Aston, mint mondtam, nem nevezhető tökéletesnek, de a társaság és annak a magja, itt nem csak a staffra kell gondolni, egyszerűen brilliáns. Sok jó embert ismertem meg ott, de jössz te és hagyjuk. Még hogy csak idősek járnak fel. Itt vagyok én például 32 évemmel. Nem mondhatni, hogy öreg lennék. Itt vannak a kvízmesterek is például. Az egyik a 20-as évei közepén jár, a másik az elején. Még mondhatnék sok embert. Itt ugyanis nem azt számít, hogy ki hány éves, melyik országban él, milyen a szexuális vagy éppen a politikai hovatartozása. Nálunk mi sok más ilyen jellegű oldalakon is csak két dolog alapján ítélik meg az embert. Betartod a szabályzatot, vagy sem, és hogyan bánsz az embertársaiddal. Te veterán egyáltalán mindkettő határát átlépted. Visszaérte a hatalmaddal, annak ellenére, hogy a stabilizálmat szavazott neked.
Vélemény szerint ez az egyetlen hibájuk, hogy megtettek téged moderátornak, annak ellenére, hogy már nagyon sok oldalon eljátszottad a becsületedet és a bizalmat a felelőtlen viselkedéseddel és a hozzá nem értéseddel. Buta, gyerekes és nem utolsó sorban hipokrita vagy. Ha már mint vallásos emberként is megbuktál, ajánlom számodra a következőt. Máté Evangélium 6. fejezet 5. vers. És hogy ki vagyok? Elmondom, Atlantis 87 vagyok, az oldal egyik kvízmestere. Tisztelt szerkesztőség! Bölcsességre van, hogy hagyták a másik oldalt is érvényesülni. Ez becsülendő. Mint láthatják, nem csak én vagyok, aki felszólt ezen a többségben kitalált sárdobálás ellen. Ez is azt bizonyítja, hogy bizony van az oldalon belül összefogás. Megint ismétlem, nem tökéletes az oldal, ezt alá is írom, de mivel tisztában vagyok azzal, hogy Szájda életében mostanában elég összegyűltek a dolgok, adnék neki esélyt. És bár ilyen ígéretet én nem jelenthetnék ki, de mégis megteszem, ez az oldal fejlődni fog. Elnézést, hogy ilyen hosszúra nyújtottam a szófosásomat, de úgy éreztem, ennek muszáj volt kijönnie. További szép estét kívánok mindenkinek, tiszteltem, sziasztok!